No. Szevasztok. Ja, mire fölértem itt ezen a kis dombon, addigra lement egy nap. Vagyis egy jó pár óra elment, nem annyi. Családalapítás. Szépsége, öröme, boldogsága. Milyen jó dolog, hogy a családot alapít valaki, és milyen jó, hogyha úgy alapít családot, hogy együtt van a család, és így tudják felnevelni a gyerekeket, hogy azt látják a gyerekek, hogy együtt vannak a szülők. Ez a legjobb dolog ebben az egészben. Vannak olyan helyzetek, amik ugye sajnos szétszedi a családot, és ugye az apuka vagy az anyuka nincs ott, bár itt nagyon-nagyon picinke százalék, amikor az anyuka nincs ott, vagy az apuka nincs ott, de mind a kettő lehet, vagy mind a kettő lemond róla. Mindegy. Most nem keverjük bele ezt a dolgot, de tudjuk jól, hogy ilyen helyzet mindig van. Az a legszebb ebben az egészben, hogy boldogsággal tölti el az embert, hogyha a családot alapított, és azzal alapítasz családot, akit nagyon szeretsz, és ő is szeret téged. Egy gyermek születése mindennél többet ér. Többet ér az összes kincsnél, többet ér az összes pénznél. Így van? Én tudom jól, mert én is szeretnék családot majd. És remélem, hogy eljön az ideje, lesz egy olyan lány, akivel jól el leszünk, és meg lesz az, amire vágyunk mind a ketten majd, hogyha lesz valaki az életben, jön egy lány, aki azt mondja, hogy na jó, családalapítás egyebek. Lehetett volna régebben is így, meg úgy, meg amúgy, nem úgy alakult. Azt gondolom, ahhoz azért egy olyan anyagi háttér is kell, és nem szabad megfutamodni. A felelősség elől vállalni kell azt, hogy hát igen, lett egy gyereked, és hát igen, azért meg kell tenned sok mindent. És hogyha most nekem ilyen lenne, én biztos, hogy azt mondom, hogy jó, rendben, persze, hogy vállalom, mert miért ne? Mert az, hogy elfutok, azzal nem oldok meg semmit, azzal még nagyobb problémákat okozni. Ezért is jó, hogyha születik egy gyerek. Meg vannak, akik azt mondják, hogy csak úgy bepottyant meg, hogy nem tervezett meg ennyivel. Minden tervezett, csak ez egy ilyen kifogás, hogy nem tervezett gyerek vagy meg, mit tudom. Közben meg valahogy létrejött, nem? Tehát ugye ezért használjuk a védekezés szót, ugye? Ezért kell védekezni, gyógyszer, óvszergumi, egyebek. És akkor nincs az, hogy ja, hát nekem nem kellett volna gyerek, hanem vállalni kell a felelősséget. Na, nagyon kevesen vállalják a felelősséget, de ezzel nincs is probléma. Vagyis de van probléma, csak hogy nem tudjuk, hogy mi lehet a háttérben. Na mindegy. Na, gyerekek, azért így elnézem így az embereket, ahogy így jönnek, mennek, anyuka, apuka, kisgyerekek szaladgálnak, boldogan nevelik őket, el vannak, játszanak, szórakoznak, élvezik az életet, és tényleg harmónia van, kiegyensúlyozottság. Vagy csak annak tűnik, nem tudjuk, hogy a négy fal között mi történik. Igazából mindenki azt látja, hogy nagyon boldog mindenki mindenkivel. De hogy a négy fal között mi történik, azt nem tudjuk. Rengeteg minden történik a négy fal között, de hát ezt most így nem lehet kisakkozni. És én azt gondolom, hogy já. De a legjobb dolog tényleg az, hogyha a családot alapít az ember, és tényleg tök boldog. És nagyon jó, hogyha családot alapít. Én nem azt mondom, hogy most azonnal vállaljatok gyereket, vagy azonnal menjetek bele egy ilyenbe, hanem én azt mondom, hogy próbáljátok meg ezt az egészet elfogadni. Jó, most persze egy könnyű mondani nekem, akinek nincs gyereke, vagy még nem tervezem, vagy ha tervezem, és akkor biztos, hogy lesz. Meg majd akkor biztos, hogy máshogy értékelem át az életet, mert egy gyerek születése teljesen átrendezi az egész életedet. Tehát a hétköznapjaid már nem azok lesznek, mint most nekem, hogy így lejövök ide a tóra, itt ülök, sétálgatok, beszélgetek az ismerősökkel, itt elhülyéskedünk, el vagyunk, hanem ott már az van, hogy akkor haza kell menni fürdetésre, meg akkor pelenkáztatni, a hajnalok hajnalán felébredni hozzá, tehát hogy akkor megváltozik ez az egész. De ez egy jó dolog, hogy ilyen van. És én azt szeretném, hogy mindenkinek legyen boldog az élete, és hogy mindenki megélje azt, amit meg kell élni. Én is szeretném megélni majd azt, hogy családom lesz. Azért sokkal jobban örülnék, ha itt szabadjának a gyerekek, a gyerekeim, kisfiam, kislányom, itt van a barátnőm. Házasodni nem akarok, azt tudom, mert a papír, az nem köti össze az ember, de azt most hagyjuk is. Tehát van, aki azt mondja, hogy házasodni akar, valaki azt mondja, hogy nem. Én most ezt mondom, lehet, hogy megváltozik a véleményem, hogy jön egy valaki az életembe, egy olyan nő,
vagy egy olyan hölgy, vagy egy olyan asszony, aki azt mondja, hogy figyelj, én szeretném nyelvi, lehet, hogy azt mondom, hogy jó, akkor elveszlek feleséggel, szeretnék, de nem azért, mert ő szeretné, hanem mert hogy lehet, hogy úgy alakul a dolog, hogy azt mondom, hogy jó, akkor gyere hozzám feleségül. Mert lehet, hogy annyira őszantban vannak. Valaki vállalja, valaki nem. Én azt mondom, hogy nem akarok. Ezt még a jövő elhozza, vagy majd zenéli a jövő, hogy mi lesz. Én azt gondolom, hogy tényleg mindenhol az a jó, hogyha boldogság van, nem? Élvezni kell az életet, és jó, addig jó, amíg fiatal vagy. Mert értem, hogy a búzás meg a legyenek, csak aztán, amikor már családod van, akkor nem olyan egyszerű ez a dolog, így van? Nem olyan egyszerű ez az egész. Hát igen, azért így nézem, így az emberek így jönnek, családok, és így tök boldogak. Mint az előbb is mondtam, nem akarom ismételni magam, hogy ki tudja, hogy mi zajlik. Van egy fal között. De mindenki legyen boldog, és élvezze az életet. Én azt gondolom, hogy a családalapítás fantasztikus, elvarázsol, lenyűgöző, hihetetlen, ámulatbejtő, gyönyörű, felfoghatatlan, átélhető, szerethető és a törődés. A szeretet, a törődés, az elfogadás, az őszinteség, a béke, a nyugalom, az összhang és a családban lévő családi melegség, barátság. Az, hogy a szülők nagyon jól odafigyelnek a gyerekekre. Rátérhetnék itt arra is, hogy milyen negativitások vannak így, mert vannak, de most azt hagyjuk. Most ha belemennék, akkor olyan hosszú lenne ez a videó, hogy sose érne véget. Én azt gondolom, hogy a családalapítás az a legszebb az életben. Az, hogy most ki hogy neveli a gyerekeket, hagyjuk. Abban most nem menjünk bele, mert lenne véleményem nekem is róla, meg így mondanék vélemény, de szerintem azt adjuk. Majd egy következő videóban szerintem kitérünk erre, és ha szeretnétek, hogy elmondjam én a véleményemet, hogy a neveléssel mi a helyzet, akkor megírjátok egy Instagramon. És igazából ennyi, nem? Tehát én azt gondolom, hogy ezt így kellene. Azért milyen jó tényleg, amikor így nézed az embereket, és milyen boldogok. Vannak, akik sajnos nem családban nőnek fel. Egyszerűen hihetetlen, nem? Mindegy. Azoknak pedig kitartást, akik nem az igazi szüleikkel vannak együtt, hanem nevelőszülőknél vannak. Sajnálatos dolgok vannak az életben, ugye? De mindenkinek lesz családja. És mindenki megtapasztalja, hogy az milyen. Én is szeretném ezt majd megtapasztalni. És ha úgy alakul, és még akkor is fogok videózni, ha eszembe jut mondjuk akkor, és azt mondom, hogy egy videóban el akarom mesélni majd azt a dolgot, hogy milyen apának lenni, milyen egy családban lenni, akkor örömmel elmesélem majd, ha úgy alakul. Előre nem lehet tudni semmit, most honnan tudjam előre, hogy lemegyek itt, jön egy lány, aztán már mindjárt gyerekünk lesz. Előre nem tudom, mert előre tudnám, akkor unalmas lenne az élet, így meg nem tudom. Majd jön, majd valahogy alakul. Nem kell görcsösen keresni azt a valakit, akivel egy életet akarsz leélni. A házasságnál is van az, hogy házasságot kötsz örökkével, lesz a hűségben, boldogságban, betegségben, amíg a halál el nem választ. Ha úgy alakul, úgy alakul. Az élet ilyen, hogy meg kell halnia mindenkinek, sajnos. Bár én mindig azt gondoltam, hogy örök életűek vagyunk. Tehát, hogy két szívünk van, meg egyebek, na mindegy. Tehát annyi mindenbe belemehetnénk itt, hogy itt borulna a rend, meg a csend, meg a béke, meg az és pont harangoznak, amikor pont a párkapcsolatokról, a házasságról, vagy a gyerekekről beszélek. Köszönöm szépen, ez hihetetlen. Amúgy tényleg én mindenkinek azt kívánom, hogy váljon valóra az álma. Családalapítással. Én nekem valóra kell, hogy váljon, úgyhogy remélem, hogy egyszer valóra válik. Most még perc azt mondom, hogy ja, hol van még? 27 leszek, érted? Még előttem az élet. Érted? Hát itt az élet. Itt. Így ülök, itt az élet. Szia élet, mizu veled, jó van, jó van, hello. Ennyi. Jó, nem járok el szórakozni, nem járok el bulizni, de mindegy. Lehet, hogy akkor meg azt fogom mondani, hogy jó, bánom, de amúgy nem bánom, hogy nem járok el bulizni, meg szórakozni. A családalapítás az egy gyönyörű dolog. Fantasztikus dolog. És király dolog. Egyszerűen jó. De remélem, hogy tényleg én is átadom. Na jó, van, igazából így ennyi lenne ez a röpke kis videó.
És azt gondolom, hogy elmondtam mindent, nem akarom annyira húzni, halasztani. Úgyhogy találkozunk a következő videóban, lent a leírásban az Instagramomat megtalálod. És Instagramon írjál üzenetet ezzel a videóval, vagy a videó témájával kapcsolatban. Sziasztok!